Mennyire kerül még szóba a tavalyi év, már csak azért is, mert hogy megint itt vagytok Telkiben, mint egy évvel ezelőtt, és hát majdnem ugyanazok az ellenfelek a világbajnokságban és az első csoportkörben, mennyire beszéltetek még a tavalyi EB-ről? Így egymás között már talán nem annyira, de nyilván mindenki, mint hogy te is. Mindenki mindig vissza csatol és visszakérdez erre. Hát remélem, hogy minden negatívot le tudtunk ebből vonni, és át tudunk lépni ezen, és egy másik arcunkat tudjuk megmutatni a következő világversenyben. Nagyon fontos világbajnokság az idei, hiszen az első hét helyezett, az első ugye már automatikusan olimpiai résztvevő lesz, a kettő hét helyezett pedig olimpiai selejtezőre jut ki. Mennyire nagy emiatt rajtatok a nyomás? Az biztos, hogy nagyobb, mint ami mondjuk az előző VB-n volt, de szeretnénk most odaérni ezeknek a pozíciónak valamelyikére, hiszen azért a játékos keretből csak két játékos volt olimpián, mindenki másnak eddig ez csak egy nagy álma, és azokból a történetekből, amiket a Roli és a Máté elmesélt nekünk, mindenkinek a karrierjében, a sportkarrierjében ez egy hatalmas álom, hogy oda kijuthasson, úgyhogy nyilván ez az elsődleges cél, nem csak nekünk, hanem nyilván a szövetség részéről is, hogy kijuthassunk egyszer az olimpiára. Megbeszéltétek már így egymás között, hogy mi a pontos cél? A pontos cél, nyilván még nem beszéltük meg, de szeretnénk minden mérkőzést megnyerni, és tényleg legalább akkor, ha beszélhetnénk úgy, akkor a minimum cél legyen az, hogy egy ilyen olimpiai selejtezős kvalifikációs helyezést elérjünk. Ez már azt gondolom, hogy egy nagyon szép eredmény lenne. Ugye, ha végignézzük a csoportokat, hát nem a miénk a legkönnyebb, ezt nyugodtan leszögezhetjük. Ráadásul tavaly is találkoztunk Izlanddal, Portugáliával, Dél-Koreát, meg általában ilyen sötét lónak szokták nevezni, nem nagyon találkozik velük az ember. Hogy látod ezt a csoportot? Igen, annyit tudunk már róluk, hogy múlt héten ők játszottak már edzőmérkőzést, ahol elverték a brazilokat, ha jól emlékszem, 6 góllal vagy 7-tel. Úgyhogy már mindenki nagyon jó kézilabdát tud játszani, már nincsenek ilyen úgymond kisebb erőségű csapatok. Nyilván az Izlandot jól ismerjük, a Portugáloknál pedig annyi változás van, hogy még bejött a keretben még 4 olyan játékos, aki a tavalyi januári EB-nken nem voltak. Ők is az inkább erősítés, nem pedig gyengítés, úgyhogy minden egyes ellenfelünkre maximálisan fel kell készülnünk, hogy olyan eredményt tudjunk elérni, amit igazán szeretnénk. Hogy látod, milyen most a csapat hangulata, hogy milyen hangulatba várjátok ezt a VB-t? A hangulat úgy gondolom, hogy az mindig jó, félreértés ne essék, senki sem bulizni ide az edzőtáborba, de ez egy olyan csapat, aki tényleg küzd, hajt egymásért, és próbálunk a pályán kívül pedig csak pozitívan és minden pillanatban felemelni a másikat, éppen ezért jó a hangulat, de hozzáteszem, hogy maximális koncentrációval és fókusszal nézünk előre mindig a következő ellenfelünkre. Tavaly edzői stáb volt, idén pedig Csema Rodriguez kezében van az irányítás, mennyivel másabb így a felkészülés? Nekünk játékosoknak igazániból talán annyival egyszerűbb, hogy egy csatornán érkezik az információ, nem pedig hármójuktól, de a rendszer meg igazániból minden szinte ugyanaz, úgyhogy nem gondolnám, hogy a kettő között lenne ilyen, hogy melyik a jobb vagy a rosszabb, ugyanazt a munkát csináljuk, illetve folytatjuk, amit annó egy pár éve már elkezdtünk. Ugye a világbajnokság előtt lesz két felkészülési mérkőzés Szlovénia ellen, ezeken mit fogtok gyakorolni? Hát biztos, hogy a saját játékunkat, és megfelelően szeretnénk felkészülni a csoport ellenfeleinkre. Ha jól tudom, akkor a kinti mérkőzést nem is adja semmilyen televíziós szolgáltató, úgyhogy az biztos, hogy egy olyan gyakorlási lehetőség, amiben az új elemeket, amiket itt gyakoroltunk Telkiben, azokat esetleg tudjuk gyakorolni egy kicsit. A hazai mérkőzésen pedig nyilván szeretném kiszolgálni a közönségünket. Természetesen mind a két mérkőzésre úgy megyünk, hogy szeretnénk megnyerni, és kellő lendületet venni a VB előtt, de azt tudnia kell mindenkinek, hogy ezeket lehet, hogy inkább érdemesebb egy gyakorló mérkőzéseknek tekinteni, nem pedig egy kiki mérkőzésre. Itt tényleg inkább a gyakorlás és a saját taktikai elemeinek a leporolása, illetve az új emelek gyakorlásának lenne szerintem a hangsúly.